nyújtó gyakorlatok és alapozó edzés, így készül most Bakosi Péter nyíregyházi atléta az idei szezonjára. A fiatal magasugró bokasérüléssel kezdte a 2018-as évet. Bár tavaly októbertől Németországban él és edz, folyamatosan hazajár Nyíregyházára. Azt is hozzátette, Németországban sokkal jobbak a lehetőségei technikailag a versenyekre való felkészülésre, és új edzője is Németországban van. Feltett pályán most ugye kis sérülésre bajlódok, ami miatt ugye nem nagyon tudok versenyezni, meg most egy kicsit ilyen visszafogott ez a fedett pálya, nem sok magasugró verseny van, és elég ugye rövid ez a szezon. Miatt én úgy terveztem, hogy egy 2-3 versenyt, mert ebben egy magyar bajnokság is benne van, vagy 2 külföldi versennyel, és utána folytatom tovább felkészülést a nyári szezonra, ahol az Európa Bajnokság a cél. Az Európa Bajnokságra jelenleg 226 cm-t kell teljesíteni. Bakosi Péter kiemelte, bár a tavalyi év nem a legjobban sikerült, úgy érzi, át tudja ugrani ezt a kihívást. A tavalyi évem nem sikerült úgy, ahogyan én terveztem, elmaradtam, jócskán attól, amit én kitűztem célnak, mert ugye részt vettem a fedett pályás Európa Bajnokságon, hoztam a kötelező magyar bajnoki címeket, csapatbajnokságon is hoztam a kötelező győzelmet magyarországi szinten, amiket kellett, de sajnos a külföldi versenyeim nem úgy sikerültek, ahogy én terveztem. Péter az elmúlt években sorra nyerte a magyar bajnokságokat, átlagosan 210-225 közötti centimétert ugrott. Az idei évben főként nemzetközi versenyek várnak rá, majd februárban következik a felkészülés az Európa-bajnokságra.